Köszöntöm nézőinket, Önök a Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Egyre magasabb sebességi fokozattal robog a szekszárdi női kosárlabda express. Nemzetközi szinten is elismerést kiváltó játékkal bejutott az általa rendezett kosárlabda Európa Kupa 4-es döntőjébe a KST Szekszárd, ahol már a szűkebb európai elit képviselőivel mérheti összetudását. Jól bírja a gárda a hetek óta tartó kettős terhelést. A lányok a hazai bajnoki elődöntőben a vártnál is magabiztosabban győzték le mindkét mérkőzésen Iványi Dalma együttesét, a remek játékosokból álló Uni Győr mélyút csapatát. Az, hogy a várakozással ellentétben ennyire sima lett a női kosárlabda NB1 női elődöntőjében a KSC Szekszárd Uni Győr mélyút párharc magabiztos szekszárdi győzelmek születtek, annak elsősorban az volt az oka, hogy a szekszárdi csapat időközben egy amerikai párját ritkító kiválósággal erősített, ez vezetett az egyébként önmagához viszonyítva majdnem maximumot nyújtó Győr ellen a szekszárdi mérkőzésen a 90-75-ös sikerhez, ami újból bajnoki döntőt ért. Extra párharc, extra kettő jó meccset játszottunk. Mai meccs, a domináltunk több mint 40 lepotonú szettünk, szerintem több, majdnem 30 gól pászottunk. Azt mutatja ez a látvány, amit beszélünk, de első fél idő extra jó védekeztünk. Második fél idő extra támadtunk, kell dicsőnöm Győrt is, mert utolsó negyedben nem adtak fel, hanem kb. Minden kíséret, amit rádobtak, bement, és nagyon közel voltak visszajönni meccsben, de persze mi nem adtunk fel, és azért is gratulálom lányoknak. Hiába dobott Studer Ági, a szekszárdi irányító, csak 2 pontot ezúttal, de jól mozgatta végig a csapatot, miközben, ez jelzésértékű, 9 gólpasszt is kiosztott. Hiába hozta le 15 pontra a Győr a legkiválóbb szekszárdi amerikai Bonnert, a másik 2 tengeren túli bizony elemében volt, s a padról belépő Bálint Réka ezúttal 14 pontot tett a közösbe, és mindenki, aki a pályán volt, szinte végig jól védekezett. Iványi Dalma, a volt Európa klasszis irányító, a Győr jelenlegi vezetőedzője elismerte, ez ellen a szekszárd ellen nem volt esélyük a döntőbe kerülésre. Nem volt ez ilyen sima ez a mai meccse, mint amit a 15 pont mutat. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok a saját csapatomra, mert azt gondolom, hogy küzdésben maximálisat adtunk, a szívünket, lelkünket kitettük a pályára, tanulni kell ezekből a hibákból, és nagyon sok ilyen mérkőzést kell játszanunk ahhoz, hogy tényleg fejlődni tudjunk. Úgyhogy dolgozunk tovább, és mindenféleképpen szeretnénk ugyanilyen harcossággal belemenni a bronzmeccsbe, és szezont megkoronázva szeretnénk egy érmet szerezni. Devana Bonner, a KSC Szekszárd legnevesebb amerikai sztárja elárulta, örömmel tért vissza az európai kosárlabdába. Minden eddig lejátszott meccsen tetszett neki új csapata, játékfelfogása, küzdőmodora. Örömet, mi több élvezetet jelentettek számára, eddig a meccsek jelentette ki. Talán igen, bár tudni kell, hogy ezeken a meccseken már nemzetközi szinten is nagyon erős csapatokkal játszunk, tel is tele, kiváló játékosokkal. Jegyezte meg, a kincstárinál azért több optimizmussal, a KSC Szekszárd 2-szeres VNBA bajnok, 34 éves játékosa, aki féltestvérehez Erika McCallhoz hasonlóan remekül érzi magát új állomáshelyén Szekszárdon. A tőle megszokott módon az élcsapat MTK ellen is dominálta a mérkőzés jelentős részében a Paksi FC. Ezt a fölényét ugyan nem mindig tudta gólokra váltani a Tolna megyei NB1-es csapat, de most az történt, amit a zöld szerelésben játszó hazaiak akartak, jól használták ki helyzeteiket. Ez annak is köszönhető, hogy náluk játszik és újra formába lendült a góllövő listát 16 találattal vezető Hán János, aki ezúttal 2-szer is eredményes volt. Ahogy azt már a paksi zöldektől megszokhattuk, letámadásos játékukkal a mérkőzés első 30 percében domináltak. Rendkívül sok labdaszerzéssel visszatámadták az MTK-t. Sokszor meg tudták bontani a kékfehérek védekezését a 16-oson belül, és sorra alakultak ki a jobbnál jobb helyzetek. A beadásokra a vérbeli támadó Hán János rendre érkezett, meg is játszotta azokat. A 25. percben lövésébe még bele tudott blokkolni az MTK védője Printér Ádám, és úgy vágódott a labda a kapuba.
A 31. percben szemre is tetszetős támadás után került az MTK kapujába a labda. Hán a tőle megszokott higgadsággal párosuló pontossággal fejezte be az akciót, már is 2-0 a PFC-nek, ez maradt a félidei eredmény is. Szünet után a friss erőkkel, köztük U21-es válogatottakkal változtatott a játék képén az MTK, amelytől egyébként sosem állt távol a nyílt támadó foci. Megszűnt a paksiak középpályás játékbeli fölénye, egyre több veszélyes MTK támadásnak lehettünk szemtanúi. Sőszabolcs kapásból lőtt nagy gólja után meleg pillanatokat élt át a PFC, és a Bognár Györgyöt helyettesítő másodedző Kindl István a cserékkel stabilizálni tudta a csapata játékát, minek után a kiegyenlített küzdelemből egy újabb Hán góllal a zárás előtt negyed órával eldőlt a mérkőzés a hazai zöldek javára, akik összességében jobban és látványosabban is futballoztak az MTK-nál. Nagyon jó csapat az MTK, aki 2-0-nál egy szinte elvesztett mérkőzésbe újra visszajöttek az ő góljukkal. 2-1-nél teljesen más mérkőzés kezdődött, ahol egy jó csapat volt az ellenfél, tehát természetesen nem tudtuk végig kontrollat tartani a játékot. Tudja a csapat játszani a három belső védős játékrendszerbe is otthonosan mozog, négy védősbe, és a végén úgy éreztük, hogy a lehetőségeinket felmérve átálltunk a 3-5-2 játékra. Viszont az MTK meg tök jó reagált, erről váltottak, ők a 3-1-3 játékukról váltottak a 4-3-3-ra, ami egy picit úgy zavart okozott nálunk. Felvetődött a mérkőzés után a kérdés, az ő csapat MTK miért volt a vártnál sokkal passzívabb az első fél időben? We knew before that will be a tough game because Paks hosszú labdákkal operál, nagyon sikeres a párharcokban. Ennek ellenére nem kezdtük rosszul a találkozót, hiszen volt egy nagy helyzetünk, amiből akár olyan gólt is lőhetett volna, de le is passzolhatta volna a labdát akár Sőrnek. Ezután feljongult a Paks, nagyon jók voltak a párharcokban, jól jöttek ki belőlük, ezért ennek is köszönhetően elhoztak 2-0-ra. Másik fél időben változtattunk néhány dolgon, illetve már az első fél idő végén, picit feljavult a játékunk a második játék rész elejére, és 2-1-nél azt éreztem, hogy akár vissza is jöhetünk a mérkőzésbe, de kicsit pontatlanok voltunk a Paks kapuja előtt, aztán a harmadik góllal eldöntötte a Paks a találkozót. Igazából annak köszönhetik a győzelmüket, hogy sokkal jobban voltak ma a párharcokban. Hán János, a góllövőlista vezetője, 2 góllal növelte találatainak számát, most 16-nál tart. Majdnem meglett a mesterános, hisz abban a gólban, amit öngólnak minősítettek, nagyon is aktívan benne volt a paksi játékos. Naná, hogy a gólkirályi cím esetleges megszerzése is nagyon motiválja őt. Egyértelműen nézem, most már főleg. Első természetesen a csapat, meg az, hogy minél jobb helyzést érjük el. Szeretnék természetesen gólkirály lenni. Nagyon sűrű mezőny, egyértelműen gazdag, igazából nem is egy center játékos, de egy befejezni is ugyanolyan jól tud, mint előkészíteni, nagyon komplex játékos, ő egyértelműen. Ott van a Budafokon a Kovács, illetve a Fradiból több játékos is 9 gólnál van, a Vidiből, tehát azt gondolom, ezek olyan csapatok, amik egy nagyobb arányú győzelemnél följebb tudják hozni az aktuális házi gólkirályokat. A gólkirályi cím az ahhoz vezető játék, megnyitja minden bizonnyal az utat a magyar válogatottság, és egy jobb külföldi szerződés felé is a paksi FC-hez magát egyébként elkötelező, újabb, kiváló, saját nevelésű játékosnak. A magyar sakkélet egyik élő legendája a 80 éves Csom István, aki sok olimpiai bajnoki címmel is büszkélkedhet. A hazai és nemzetközi sikerekben gazdag versenyzői, versenybírói pályafutása során. Csom mester 1000 szállal kötődik a paksi sakkélethez. 1997-től több mint egy évtizeden át erősítette az ASE NB1-es csapatát, és 2012-ben az ASE örökös tiszteletbeli tagjának is megválasztották, valamint birtokosa a magyar érdemrend tiszti keresztje rangos állami kitüntetésnek is. A 80 esztendős Csom István neve sakkberkekben igen ismerősen cseng. Az olimpikon sakknagymester, mesteredző, sakkszakíró, nemzetközi versenybíró a sakk bűveletében élte életét. A magyar válogatott színeiben számtalan világversenyen vett részt. 1978-ban Buenos Airesben olimpiai bajnok magyar csapat tagja. Sakkban 2 évente rendeznek olimpiát. Csom István összesen 9 sakkolimpián ülhetett asztalhoz. Az atomerőmű
Mese NB1-be frissen felkerült Csak csapatához 1997-ben hívta Gosztola István szakosztályvezető. Több mint egy évtizeden át erősítette az atomosokat a 2012-ben az ASEM örökös tagjává választott Csommester. Mindenképpen a megbecsülésnek a jele. Különösebben kitüntetésre nem számítottam. Mondjuk az önmagában az, hogy elértem ezt a 85. életévemet is, és még a Magyar Sakkszövetség elnökségének voltam a tagja, tehát próbáltam segíteni a sportág fejlődésében. A versenyzést átvette az oktatás. Két paksi, a Berkes Ferenc, aki most pillanatilag a Paks legerősebb játékosa, az tanítványom volt, és nagyon sokat sakkoztunk együtt, hogy jó érzés volt az, hogy a paksi tevékenységemnek az eredménye az kézzel fogható. 72 éves koromban az ASE közgyűlésén az ASE örökös tagjának megválasztottak, és azt a kitüntetést kaptam. Ez egy nagyon szép gesztus volt az Egyesület részéről. Gosztola Pista megkeresésére kerültem a paksi csapathoz. Volt egy elképzelés, hogy az ifjúsági sakkot föl kéne lendíteni. Az Ács Peti, a Berkes Fecó, meg még volt egy pár tehetséges fiatal, ezekkel kéne majd foglalkozni. Én elég sokat jártam le Paksra, ott tartottam edzéseket. Berkes Fecó, én a segítségével lett nagymester és válogatott. Tehát azért az egy nagyon szép karriert csinált, úgyhogy büszke is vagyok rá, meg egy nagyon szép kapcsolat alakult ki köztünk. Hát sok az egy bármilyen meglepő, egy életformát jelentett. Hát gyakorlatilag a sok meghatározta az életemet. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes sakkozót 1983-ban mesteredzői díjjal tüntették ki oktatói tevékenysége elismeréseként, de kapott Maróczi díjat, Budapest Pro Urbe díjat és lakóhelyén Óbudán, valamint szülővárosában Sátoralja újhelyen is díszpolgárrá avatták. 2021. márciusában pedig magyar érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesült. A válogatott szünet leteltével a BFC Siófok vendégeként folytatta szereplését a PMFC a Mercantil Bank Liga 30. fordulójában. Az őszi hazai 1-0-ás siker után idegenben 4-1-es győzelmet aratott Vas László együttese. Több hiányzóval utazott el Siófokra a PMFC MB2-es labdarúgó csapata. Sági Milánra, korábbi válműtétje, Preklet Csabára 5 sárgalapos eltiltása, Óvári Zsoltra pedig pozitív Covid-tesztje miatt nem számíthatott a szakmai stáb. Mindezek ellenére remek támadó szellemben kezdte a siófoki találkozót a pirosmezes PMFC. Rögtön az első percben Adamcsek Máté tűnt el gyanús körülmények között Jagodics Bence mellől a hazaiak 16-osán belül, de a játékvezető kirúgást ítélt. A folytatásban Hut Wagner Gergelynek kellett több ízben is játékba avatkoznia. Először Geiger Norbert támadta le a kaputorkában a siófoki kapust, Hut Wagner az utolsó pillanatban azonban ki tudta passzolni a labdát. Kicsivel később jobbról Grabant Bence passzolta be laposan a labdát, amit az ötösre kivetődő kapus szerzett meg. Aztán Futó Zsombor baloldali bedobását Rácz László csúsztatta meg fejjel a kapu felé, ám ezt könnyedén lehúzta Hut Wagner. A 16. percben aztán sikerült megszereznie a PMFC-nek a vezetést. Egy hosszú felívelést követően egy Adamcsek Geiger feljáték végén előbbi betört a 16-oson belőre, majd az 5-ösön üresen érkező Geigerhez visszapasszolt, ő pedig az átvétel után a bal kapufa érintésével az alsó sarokba lőtte a labdát. Két perccel később akár kiegyenlíthetett volna a Siófok, ekkor Horváth Péter lépett ki a pécsi védők között, majd eltolta a labdát a kifutó Helesfajdon mellett, de a támadó az ötös jobb sarkáról a jobb kapufát találta telibe. A 30. percben viszont hazai szempontból szerencsés módon döntetlenre módosult az állás. Horváth Péter tört be ismét, középre passzolt, ahol a Gál Bálint elől menteni igyekvő Katona Levente lábáról a pécsi kapuba pattant a labda.
A második játékrészt is a PMFC kezdte jobban, ráadásul az 53. percben ismét megszerezte az előnyt. Futó Zsombor jobboldali bedobása szállt a rövidre, ahonnan kifejelték ugyan a labdát a sötétkék mezesek, de Barta László elé került az, aki egy igazítás után jobbról középre centerezett. A kapu előtt érkezett Geiger Norbert, és 2 méterről a bal alsó sarokba fejelte a labdát. Geiger duplája révén már 8 gólnál jár a szezonban, vezetve a PMFC házi góllövő listáját a 7 találatos Adam Csek Máté előtt. Alig 2 perccel később egy mintaszerűen felépített akció végén Hegedűs Márk játszotta középre a labdát, ami egy komoly kavarodás után Grabant Bencéhez pattant, ő pedig az 55. percben 4 méterről a csereként pályára lépő Szmola Bálint lábai között a kapu közepébe lőtt. Ezzel azonban még nem ért véget a mérkőzés, hiszen az 59. percben Szakály Attila találta el a kapufát, majd pedig szabálytalanságot látott a játékvezető, amiért büntetőt ítélt a Siófok javára. A 11-est Horváth lőtte, de a balra elvetődő Helesfai nagyot hárított, majd a kipattanót fölé bombázta a hazaiak támadója. A PMFC azonban nem hibázott, a 68. percben Dajcs Bence vitte földre Adam Cseket a büntető területen belül, a 11-est maga sértet végezte el. Adam Csek Máté maga biztosan a jobbra elvetődő Szmola mellett a háló bal felébe rúgta a labdát, beállítva ezzel a végeredményt. A 82. percben még a csereként beálló Kónya Dávid találta el ígéretes helyzetben az oldalhálót, ezzel együtt az őszi hazai 1-0-ás siker után idegenben is megérdemelten 4-1-es győzelmet aratott a PMFC a Siófok ellen. Nagyfölényben játszott a házigazda a HR Rend Kozár Michelin MB3-as labdarúgó csapata, mégis a Rákosmente FC szerzett vezetést az első félidő utolsó percében. Aztán a védekezésre berendezkedett vendégek kaptak egy nagy lökést a második találatukkor, és elvitték a 3 pontot Kozár Michelinből. A kékmezes házigazda HR Rend Kozár Michelin együtteséből többen is hiányoztak vasárnap. Somogyi Máté, Horváth Gábor és Kocsis Adrián betegség, Berdó Máté sérülés, míg Kozics Barnabás 5 sárgalapos eltiltás miatt nem állt a csapat rendelkezésére. A vendégeknél is volt hiányzó. A 3 korábbi Kozár Michelini rutinosnak számító labdarúgó, Nagy József, Balaskó Csaba és Vattai Balázs nem tudott pályára lépni. Ezen a találkozón első alkalommal kapott lehetőséget a felnőttek között Matesz Kornél. A fiatal Kozár Michelini kapus teljesítményére nem is lehetett panasz. Remekül kezdték a házigazdák a találkozót. Az első 20-25 percben nagy fölényben futballoztak Jelena Rihárt tanítványai. Rögtön a mérkőzés elején 3 perc alatt 4 szögletet végezhettek el a házigazdák. A 3. perc végén Csomós Dominik sarokrúgását Horváth Dániel fejelte a kapu fölé. A 4. percben Turi Tamás baloldali beadása után a 11-es ponton Hampuk Ádám rosszul vette át a labdát, így került Kirtner Krisztián elé, akinek lövése után a labda a felső lécről pattant a mezőnybe. A 16. percben Turi és Kirtner kényszerítőzött, melynek végén Kirtner lőtt a kapu mellé. 2 perccel később Kirtner élesen lőtte a kapu elé a labdát, Hampuk elől Bányai Péter becsúszva mentett. A 27. percben Turi távoli lövését Kovács Benedek védte, a labda a felső léc felett hagyta el a játékteret. A 31. percben Tarjáni Péter lövése alig került el a Michelini kaput. Aztán az első játékrész hajrájában Kirtner vezette a labdát a félpályánál, ahol szorongatták, visszahúzták, de nála maradt a játékszer, majd a besegítő védő elvette tőle, a játékvezető nagyvonalúan továbbot intett, pedig visszafújhatta volna a szabálytalanságot. Az akció végén Bányai elé került a labda, aki a Michelini kapuba lőtt. Így 1-0-ás vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrész elején Szabó Dominik jobboldali beadását a védőjétől szorongatva Kirtner tekerte a kapu fölé. A 60. percben egy szögletet követően előbb Fenyvesi Olivér fejelt éles szögből kapura, amelyet Kovács kapus hárított, majd a 16-oson belül elkövetett szabálytalanságért reklamáltak 11-est a házigazdát.
labdák, de a játékvezető hajthatatlan volt, sőt, az ellentámadásból Tarjáni megszerezte a második vendéggólt. A 72. percben Kónya Kornél ívelte fel a labdát Hampukra, aki lefordult, de lövése mellé ment. A 82. percben Turi lőtt egy szabadrúgást 24 méterről a kapu fölé. 5 perccel később Hampuk vette le a labdát a kaputól 16 méterre, lövése azonban elakadt a védőkben. A 91. percben pedig Vajda Roland beadását szedte fel Kovács Kirtner elől, így maradt a 0-2-es vendéggyőzelem. Szomorú vagyok az eredmény miatt, mivel nem erre készültünk, nem így készültünk, tudtuk az ellenfél mit fog játszani, teljes mértékben fölkészültünk belőlük. Nem is tudom szemrányást tenni a fiúknak, mert a héten nagyon jól dolgoztak, sajnos kár, hogy a hétvégén nem tudtuk megmutatni a pályán. Úgy gondolom, hozzáállásbeli problémák nem volt, de azok az apró nyanszok a kapu előtt, amik kellettek volna, azok sajnos már elmaradtak, és mi tettük magunknak nehezen a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet kellett volna taktikailag hozzátennünk, amire készültünk, és ezek maradtak el. Inkább nem mondanak többet, mert csak megbántanék valakit. Hú, nehéz mit mondani, azt gondolom, hogy ez a szívdiadala volt ez a mérkőzés. Egy igen jó csapat otthonába látogattunk, és a fiatalok megtettek mindent azért, hogy jól szerepeljünk. Előzetesen nem bárt eredmény született, főleg annak tükrében, hogy ez a Kozár Mislány előttünk van minden tekintetben. Én azt gondolom, viszont le a kalappal a srácok előtt, mint elképesztő mérkőzést játszottak. A Szentendre elleni hazai mérkőzésen 11 góllal nyerte a Kozár Mislényes női kézilabda csapata, így sikeresen zárt le egy ciklust az NB1 Bézsgárda. A Kozár Mislényiek a második helyet foglalják el a nyugati csoportban. Nem úgy indult a Szentendre elleni hazai mérkőzés, ahogy a Kozár Mislenyesen női kézilabda csapatának vezetőedzője Zdenko Kordi szerette volna. Az első félidő derekán ugyanis még 7-7 állt az eredményjelzőn. A játékrész hátralévő részében aztán sebességet váltottak a kékmezes Kozár Mislenyi lányok, és a szünetre már 19-12-re vezettek. A második félidőben is alaposan meg kellett dolgozniuk a házigazdáknak azért, hogy tartani tudják előnyüket. Ez sikerült, és a végére fölényes 33-22-es győzelmet arattak Zdenko Kordi tanítványai. Nem volt egyszerű mérkőzés, az eredményhez gratulálok a csapatomnak, viszont amit eddig megmutattunk, annak ma mindössze az 50%-át vettük elő. Ez pedig nincs rendben, hiszen szeretném, ha minden találkozóhoz ugyanúgy állnánk hozzá, ellenféltől függetlenül. Így, hogy félgözzel megyünk, nem fog működni, amit szeretnénk. A győzelemnek örülök, de a hozzáálláson javítanunk kell. A Szentendre elleni találkozón Seffer Éva 3 góllal járult hozzá a Kozár Mislenyi sikerhez. Hát igazából nagyon sokat hibáztunk, főleg a védekezésünk nem akart összeállni az elején. Támadásban is nagyon sok zicsert kihagytunk, de hál' Istennek igazából ezek ellenére is sikerült győznünk, és sikerült a második félidőre feljavulnunk. A mérkőzésen Polics Tíme a 8, Seffer Zsanett 7, Markovics Rebeka és Hornyák Bernadett 4-4, Seffer Éva 3, Linder Luca 2, Tobak Luca, Halász Bernadett, Takács Vivien, Péter Panna és Grénus Gréta pedig 1-1 gólt lőtt. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!